Az alsógödi Széchenyi csárdából köszöntöm Önöket, a Gödi Televízió Mozog Velünk című sportmagazinját látják, Vasvári Ferenc vagyok. Nézzék, mit kínálunk mára. Réka ismét eljött a Balázsovicsba, bemutatjuk a Gödi röplabda sportot. Újabb sikerek a GSE lovas szakosztályában. Ismét itthon játszottak kézilabdázóink, nyertek a felnőttek és a juniorok is. Szeptemberben ismét a röplabdázókkal telt meg a felsőgödi Balázsovics János sportcsarnok. Az éjszakai röplabda kupa, azaz a Réka alkalmából beszámolunk most Önöknek a gödi röplabda életről. Megnézzük mind a szabadidősport, mind pedig a diáksportos vonatkozásait. Zsuzsa, mint gyógytestnevelő tanár, hogyan látod a gödi röplabda sport helyzetét? Jelen pillanatban ezen a tornán kicsit ellentétes érzelmek vannak bennem. Mondhatom is, hogy az egyik szemem sír, a másik nevet. Sír, mert a mindennapos testnevelés kiszorította az iskolában, a tornatremekben és a csarnokokban a sportköröket. Például nálunk a Huszela iskolában a délutáni sportköröket Tarbertan által tartott heti kétszeri alkalmakat meg kellett szüntetnünk. Ugyanakkor viszont azért nevet, hiszen itt fantasztikus torna van, és úgy látjuk, hogy a gödi fiatalok, a gödi lakosok igénylik ezt, és nem csak Gödön, hanem a Göd környékek is igénylik ezt a fajta sportágat. Ugyanakkor, mint gyógytestnevelő, nekünk annak idején mindig is mondták, hogy a röplabdát, mint kétkezes labdajátékot nagyon is támogatni kell, hiszen a röplabdában vannak olyan érintések, az alkarintés, a sánc, a kosárintés, ami kétkezes, és ezáltal szimmetrikusan fejlődik ugye a szervezet, a gerinc. És azért is nevet, mert nagyon sok tanítványom van itt, akik annak idején azért kezdték el ezt a játékot, hiszen mi küldtük őket ebbe a sportágba, erre a sportágra sportolni őket, és most már olyan fantasztikusan játszanak, hogy igencsak össze kell szenni magunkat, hogy meg tudjuk őket verni, sőt, megmondom őszintén, nem sikerül őket, és erre vagyok nagyon büszke, hogy az ő játéktudásuk a jelen pillanatban már magasabb szinten van, mint a miénk. Kati, mint a GDS-e szakosztályvezetője és edzője, hogyan látod a gödi utánpótlásnevelés és diáksport helyzetét a röplabda sportágban? Mi ugye itt Gödön foglalkozunk 5. éve ezzel a sportággal, röplabdát oktatok, jó magam NB1-es játékos voltam, anno a BVSC-ben bajnoki 3. helyezettként, és amikor 5 éve elkezdtük itt a tevékenységünket, akkor a Huszela általános iskola diákjai voltak azok, akik zömmel jöttek hozzánk. Ma már jóval szélesebb körből Vácról is vannak tanítványaink, illetve azok, akik annó kezdték 5 évvel ezelőtt, ők már gimnáziumba járnak, de még mindig visszajárnak hozzánk. És hát természetesen folyamatosan ugye az általános iskolákból mindig bővül az utánpótlás. Itt Gödön igazából most ebben az évben, ami nehézséget okozott nekünk, és szerintem más diáksporttal foglalkozó egyesületnek és szakosztálynak is probléma, hogy a törvények szerint ugye délután 4-ig az iskola foglalja a tornatermet, mindennapos testnevelés, illetve idén megszigorították, és a tanároknak is megemelték az óraszámát, illetve hogy kötelezően délután 4-ig iskolában valamilyen fajta foglalkozást kell tartaniuk. Ez ugye azt eredményezte, hogy a diákok egyrészt nem mindig tudnak 4 óra előtt eljönni, és foglalkozásra, edzésekre, illetve hát mi sem jutunk be a tornaterembe. Tehát megint csak szűkült a tornatermi lehetőségek köre. Ez egy komoly probléma. Itt Gödön pedig volt egy nagyon kis aranyos tornatanár, Tar Bertalan, aki évek óta, míg én előttem kezdte el ugye a röplabdát oktatni, és foglalkozott tömegsportban. Nagyon sok tanítványa van, nálam is van egy-kettő, aki nála kezdett, és hozzám jött el, mert a versenysportot választotta. És hát idén azt mondta a Berci, hogy nem tudja belesűríteni, nem tudja most már csinálni ezt a röplabdát, úgyhogy nagyon sajnálom, hogy a Huszelában tömegsportként véget ért a röplabda. Azért ez egy komoly időszak volt, egy nagyon szép korszak volt. Diákolimpiában az országos elődöntőig jutottunk el közösen. Neki is voltak tanítványai, nekem is voltak, én is vittem ők a gyerekeket. Hát nagyon sajnálom. De mi ettől függetlenül azért mi működünk tovább, vagyunk, sikerült ugye idén is termet kapnunk, és heti 3 alkalommal tartok itt Gödön a gyerek, serdülő, és most már van felnőtt korosztályom is. Bajnokságba indítom őket, a Közép-Magyarországi Regionális Bajnokságban indulnak a lányok, ahol már a tavalyi évben
az U18, illetve az U14-es korosztályban értünk el negyedik helyet. Idén bővültünk és felnőtt korosztályba is pályára lépünk, ugyanebben a bajnokságban, és hát reméljük, hogy azért valamelyik korosztályba sikerül egy dobogós helyezést elérnünk. Az utánpótlásunk, akik a kis picurkák, ők velük Dunakeszin dolgozom, a Kőrösi Általános Iskolában, de oda is várunk nagy szeretettel gödi gyerekeket, sőt vannak gödi huzelás gyerekek, akik átjárnak hozzám, és részt tudnak venni, úgyhogy azért megmarad mindkét városban, és azt hiszem, hogy ez a közelség a két településnek, ez adja azt, hogy mindkét helyen tudjunk foglalkozni, és egyként tudjunk itt a Dunakanyart képviselni röplabdában. A szakember hogy látja ezeket a réka rendezvényeket, rendszeres résztvevője vagy a röplabda eseményeknek? Igen, hát én nagyon szeretem, imádom a röplabdát, ezért is lettem ugye röplabda edző egy véletlen folyamán, de nagyon örülök neki. Mindig részt veszünk. Én magam már nyertem itt a családommal, gyerekeimmel réka tornát, hát most már azért ebből kifele megyek, de a hátsó régióban is nagyon szeretek játszani. Rengeteg ismerős, régi röplabdás, gödiek, akik itt a helyi szombat, vasárnapi, keddi amatőr, felnőtt edzésekre, játékokra lejárnak, úgyhogy nagyon jó, nagyon élvezetes, barátságok kötődnek, ismerős arcok, és hát természetesen a tanítványaim most már az elmúlt években mindig hozom őket, részt vesznek. Idén most itt látható a pólomon a bombázók csapatával indulok, és két tanítványom is velem játszik. Egyelőre két meccset nyertünk már, úgyhogy nagy reményeket fűzünk, hogy sikerül hát, ha elől valahol végeznünk az első nyolcban. Röplabda éjszakai kupa amatőröknek, azaz Réka 15-ször főszervező, hogyan látod, hogyan vonod meg a mérlegét ennek a 15 alkalomnak? Ez jó kérdés. Hát a 15 alkalom azt jelenti, hogy akkor szeretik a résztvevők ezt a tornát. Most is 20 csapat van jelen, és csak azért 20 csapat, mert több nem férne el, tehát helyi szűke miatt nem tudunk többen játszani. Ez az egész torna azért jött létre, hogy ne csak a röplabdát, mint sportot erősítsük, hanem olyan közösségi rendezvényt teremtsünk, ahol az emberek jól érzik magukat, együtt vannak fiatalok, idősek, jobb játékosok, gyengébb játékosok egy torna keretében. És ennek a tornának is az a specialitása, hogy először egy kis rövid kieséses szakaszban az erősebb és a gyengébb csapatok vegyesen egymáshoz kerülnek, de utána elrendeződnek, és a különböző szintet képviselő, különböző játékerőt képviselő csapatok egy-egy csoportban folytatják, ahol már jó meccseket tudnak játszani, hiszen az erősek az erősekkel, a gyengébbek a gyengébbekkel kerülnek össze. De ennek a tornának a lényege inkább a közösség, a közösségi élet, barátkozunk, ismerjük meg egymást, születtek már itt házasságok, törtek meg szerelmek, nagy összeveszések, születtek babák, a kisbabás anyukák már újra jöttek, miután a gyerekük nagy lett. Tehát úgy érezzük, hogy ez egy jó kis közösségi rendezvény. Egyre fiatalabb és fiatalabb csapatok jönnek, tehát szeretnénk hosszú időn keresztül megtartani, és hogyha lenne még több terem és még több sportlétesítmény, akkor lehetne bővíteni más sportágakkal is a hasonló rendezvények körét. Hogyan látod a gödi szabadidősport rendszerét? Én úgy látom, hogy nagyon nagy igény lenne a szabadidősportra. Ugye Göd önmagában az adottságai miatt is a Dunapart, a sok szabad terület, a kertvárosi jelleg önmagában is alkalmas arra, hogy sportoljanak az emberek, vagy a szabadidejüket kicsit sportosan, aktívan töltsék el. Sajnos kevés a létesítmény. Jó lenne, ha több lenne. Tehát ha lehetne több sportlétesítményt építeni, akkor azt hiszem, hogy az azért is hasznos lenne, mert egyrészt az iskolában az ötnapos testnevelés, a mindennapos testnevelés miatt ugye egyre több sportlétesítményre lenne szükség. Tehát ha épülnének új pályák vagy új létesítmények, akkor azt napközben az iskolák tudnák hasznosítani, délután pedig a szabadidősport vagy a tömegsport kaphatná meg. De a szabadtéri területeket is jó lenne fejleszteni. Én azt gondolom, hogy a városnak az egyik kiugrási lehetősége a szabadidősporthoz kapcsolódó létesítmények, szolgáltatások, szervezetszerű rendezvényeknek a kibontakoztatása. Ugye látjuk, hogy van néhány ilyen erős, ha ezt a szót lehet használni, szabadidősport rendezvény Gödön, ilyen például a fétis crossfutás, ami évek óta azt mutatja, hogy nagyon sokan jönnek, nem csak Gödről, a Dunakanyarból, Vácról, Budapestről, rengeteg ember van itt, amit hozzászerveznek
a Wagner Laciék, ugye a belépés családos túlmozgalommal, havonta ismétlődő programokkal, szintén a szabadidő sport ezeknek az igényeknek meglétét mutatja. És hát lehetne még sorolni, de az egyik ilyen a Réka is. Ezeket évente 3-4 alkalommal rendezzük meg, 3-4 havi időközönként, és olyan nagy az érdeklődés, hogy már nem is küldünk olyan híreket külső honlapokra, meg egyesületeknek, személyeknek, hogy lehetne nevezni, hiszen a belső körből már megtelik ez a 20 fős csapatlétszám. A közelmúltban kiváló gödi lovas eredmények születtek, ezekről hallhatnak a következő percekben, úgyhogy bemutattunk egy nagyon fiatal tehetséget is. A Gödi Sportegyesület lovas szakosztályának nagyon jó hírei vannak az idei ősz kezdetéhez. Lenke György szakosztályvezetőt kérdezzük a sikerekről. Idén új tréner dolgozik az ESE kötelékében, Benner Jánosnak hívják. Hazajött egy tulajdonképpen sikeres nyugati munkából, hogy itthon kamasztostassa a tehetségét, és hogy átadja azt, amit évtizedek alatt megtapasztalt a világ különböző országaiban. Ahogy látjuk, ez sikerült is, ez az átadás, mindjárt indulásnak egy országos sikerrel. Az általa instruált Szabó Nikolett megnyerte torony magasan pályarekorddal a korosztályának a nemzeti vágtáját. Benner János versenyzőként is sikerrel indult nemzeti vágta futamaiban. A középdöntőben egy sajnálatos bukás volt, amiben ő nem vétette a magatartása, azt hiszem egy fair play díjat érdemelne, de ezzel viszont elúszott a lehetőség arra, hogy a döntőbe kerüljön. Szabó Nikolettről, a versenyzőről mindenképpen gazdagodik az ESE, ha ilyen versenyzői vannak, ilyen magatartással, abszolút sportszerűen, és hogyha szakmailag nézzük, olyan higgadtan és olyan precízen hajtotta végre a megfelelő utasítás alapján a lovaglást, és főleg ha arra gondolunk, hogy milyen okosan nyerte meg ezt a versenyt, azt hiszem, hogy minden dicséretet megérdemel. Arra kérlek, hogy a kapcsolatodat a lovassportággal egy kicsit eleven is föl nekünk. Hát 2 éves koromban ültem először lovon. 9 éve már díjugratásban versenyzek. És 3 éve indultam először a nemzeti vágtának, a kisúszár vágtáján. És azóta próbálkozunk, ugyebár, és most meg sikerült nyerni. Mit jelent neked ez a verseny? Hát nagyon örülök neki, hogy így sikerült, és hogy nyertünk. Nagyon büszke vagyok a pónimra, és az edzőmre is. Minek köszönhető az idei siker? Gondolom, hogy szerepet játszik ebben az elmúlt sok-sok évnek a tapasztalata és gyakorlásod, az elmúlt, a verseny közvetlenül megelőző időszak is. Hát most sokkal céltudatosabban készültünk az idei vágtára. Tudtuk, hogy mit kell még fejleszteni a pónin, hogy jobban menjen, és hát nagyon ügyesen sikerült neki versenyeznie. Hát Csillő egy 135 cm marmagasságú ló, és hát egy kis sárga kancáról beszélünk. Csillát már 8 éve kaptam meg. Először ugratásba próbálkoztunk vele versenyezni, de hát nehéz esett a kis ló, és így 3 évvel ezelőtt kezdtem el vele a pónigaloppot. Jelent a pónigalopp a lovagláson belül milyen feladatokat kell teljesíteni? A nemzeti vágtában ez a kis huszárvágta, ahol 650 méteren versenyzünk velük, és minden évben szokott lenni a Kincsenparkban is egy sík verseny 400 méteren. Egy picit magadról beszélj, vagy mutasd be légy szíves magad, mit csinálsz, amikor nem lovagolsz, hol laksz, merre tanulsz, mivel foglalkozol lovagláson kívül? Én Újpesten lakok, és az Ady Endre gimnáziumban tanulok. Hát a lovagláson kívül már nincsen másra időm, tehát edzésről hazajövök, akkor már egyből tanulnom kell, úgyhogy csak a lovak. Honnan érkezett Gödre, merre járt korábban, mivel foglalkozott azelőtt, hogy a Gödi ESE szakosztályánál trénerkedni kezdett? Hát az elmúlt 8-9 évet azt Írországban és Angliában töltöttem, különböző versenyistálókban dolgoztam munkalovasként, illetőleg abrakmesterként, előtte pedig Alagona versenylótréning központban dolgoztam munkalovasként.
Nagyon szép feladat volt rögtön az első időszakra, egy ifjú lovast felkészíteni az első közös versenyekre. Hogy sikerült ez az időszak? Hát igazából róluk csak csupa nagybetűbe tudok beszélni. Tehát az idei mérlegünk az idáig hál' Istennek nagyon jó, 3-ból 3. Abból 2 pályarekord, ugye köszönhetően a lónak és nagyon-nagyon ügyes lovasának, aki fantasztikus módon lovagolt ugye a hatalmas nagy nyomás ellenére, ami ugye ilyenkor az emberen van egy ilyen tétversenynél. Ugye neki ez volt az utolsó éve nemzeti vágtán, mert korosztálya miatt, tehát ugye 16 éves kor a korhatár, ugye kis huszárvágtán. Nagyon szépen sikerült a búcsújuk. Milyen feladatok várnak lovasra és trénerre az ősz folyamán? Ugye visszatérünk dolgos hétköznapokhoz. Niki ugye ő díjugratásban is versenyzik, tehát ő itt folytatja tovább. Igazából még nem döntöttük el 100%-osan, hogy a lovacskának mi lesz a sorsa. Valószínűleg érdemei elismerése mellett ő nyugdíjba vonul, illetőleg tenyésztésben. Niki számára pedig próbáljuk keresgélni a következő lovat. Nekem volt egy olyan gondolatom, ezt igazából még a szülőkkel nem beszéltük le konkrétan. Ha Niki tudná folytatni ugyanezt arab lovakon, én úgy gondolom, hogy őt a jóisten is zsokénak teremtette. Alkata, hozzáállása abszolút ideális. Ahhoz, amit ez az egész sport kíván, ugye rengeteg szorgalom, türelem, alázat, benne minden megvan, tehát bármire képes lehet ebben a sportban. Lő Csilla 8-assal, illetve a 9-es Csengés megérkezik, és 4-essel Szonya is hajrázik. Hát ez talán a legizgalmasabb pónifutam, amit itt látunk a Kincsen Parkban, és Csilla az utolsó métereken bebiztosítja a győzelmét 8-assal. Csilla tehát a nyerő Szabó Nikolettel a nyergében. Szeptember utolsó vasárnapján itthon játszott a GSE MB2-es női kézilabda csapata. Örömmel jelenthetjük, győztünk. Erről láthatnak most képes beszámolót. Az MB2-es kézilabda bajnokságban 2 forduló már lement a GSE életében. Most legutóbb a Salgó Tarján ellen 2 gyönyörű győzelemmel zártatok. Kérnek szépen egy edző értékelést. Az vasárnapi napon játszottunk a Salgó Tarjáni csapattal. Hát túlzottan nagy erőkifejtést nem okozott a lányoknak a mérkőzés. Ugye ez egy feljutó csapat volt, ugye megy első osztályból. Nem jelentett túl nagy gondot a győzelem, a 2 pontnak a behúzása. A meccset azt végig a kezünkben tudtuk tartani. A 15. percben 7-2-re vezettünk, a fél idő az 17-6 volt. Úgyhogy igazából azt kell, hogy mondjam, hogy egy könnyű győzelem volt. A vége az 35-15 lett. A védekezésünk az egész jó volt. A tavalyi évhez képest rengeteget tudtunk védekezésben fejlődni. A támadási játékunkban még voltak problémák, de hozzá kell tennem, hogy egy ilyen képességű csapat ellen nagyon nehéz hiba nélkül játszani. Új összetétele van a csapatnak, mik a meglátások? Hát többek között ugye azért is az idei szezont egy szerkezetileg átalakult csapattal kezdtük. Ugye, mint tudva lévő már ugye az újságokban is, és a televízióban is volt rossz, ugye Németh András segít a csapatnak szakmai tanácsokkal, és ugye a cél az, hogy jövőre az NB1B-be tudjon indulni a csapat, ezért ugye meg kell nyernünk a bajnokságot. Ezért 2-es igazolással is NB1B-ből vannak játékosok, akik jelenleg ugye a Gödi csapatot erősítik, és új igazolások is vannak, akik már NB1B-t, sőt válogatottat megjárt játékosok, a Kirchner Erika például, aki egy rendkívül jó képességű, tapasztalt játékos, nagyon nagy segítségére van a csapatnak. Gyetván Krisztina, aki szintén tavaly előtt még NB1-ben játszott,
ő is segíti a csapatot abban, hogy el tudjuk érni a célt, de azért kitérnék arra, hogy a meglévő játékosaink is, akik a tavalyi évben ugye játszottak, ők is az elmúlt ugye két forduló ment le, azért én azt gondolom, hogy ők is helyt állnak, és ők is hozzá tudnak tenni a csapatnak a teljesítményéhez, és azt gondolom, hogy ő nélkülek sem menne ez, és én azt látom, és a hosszú távon úgy néz ki, hogy ez egy nagyon jó szimbiózis lesz, tehát az újonnan érkezettek és a régi játékosok, azok egész jól kezdenek összecsiszolódni, ugye még egy olyan szakaszban vagyunk, ahol még ugye egymást próbálják megismerni, tehát ezek a mérkőzések, amik az elmúlt időszakban voltak, ezek nagyon jók voltak arra, hogy próbáljunk minél jobban egymásra hangolódni. A juniorok hogy kezdték a szezont? Ugye a junior csapatnak már nem én vagyok az edzője, Juhász Edina vette át a csapatot, ő irányítja. Két mérkőzés után mind a kettőt megnyerték, úgyhogy azt gondolom, hogy a bajnokságban jól indultak, és még további sikerek várnak rájuk. Mik lesznek a következő akadályok? Hát október 19-én fogunk hazai pályán játszani a Pest Szent Imrével. Azt gondolom, hogy az sem fog túl nagy akadályt gördíteni a csapat elé, és előtte még két idegenbeli mérkőzésünk lesz. Október 5-én építőkre fogunk menni, és október 12-én a Kinizsire, ami ugye mindig egy mumus csapat volt nekünk, tehát ott lehet majd látni, az lesz egy igazán mércéje a csapatnak, hogy hol tartunk. Önök a Mozog Velünk című sportmagazin 9. adását látták. Köszönöm figyelmüket innen a Széchenyi csárdából, egy hét múlva ismét várom önöket. Ne feledjék, www.göditémák.hu. Viszontlátásra!